Karácsony előtt 4 nappal a gyöngyösi Braun üzemből kidobtak 18 darab takarítónőt, miután betanították a filipinókat, és azok konkrétan elvették 18 magyar embernek a munkáját karácsony előtti napokban, és ugyanezt történt a makói Continentalban, ahol a kormány a nagyvállalattal együtt működve az olcsó munkaerőt beengedve, de őket még a magyar munkaerővel betanítva egyszerűen elbocsátotta a magyar munkavállalókat, tehát idegenek elveszik a magyar embereknek a munkáját. Ezt meg nem szabad hagyni, a bérfelzárkóztatás az egyik legfontosabb cél, amit a következő európai parlamenti ciklusban is képviselünk. Ugye azért